Köszöntöm Önöket az Álláspontban! Ezen a héten is hasznos, közérdekű információkkal látjuk el nézőinket. A 17. kerületben élő rászorulókat számos jótékonysági szervezet, illetve rajtuk keresztül a helyi lakosság is segíti. Az eheti Álláspontban két helyi egyesület, a Rákosmenti Adományház, illetve a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tevékenységével foglalkozunk. Műsorunk első részében az élelmiszeradományozásról lesz szó, majd később a nem megfelelő módon történő, sőt terhet jelentő jótékonykodással folytatjuk. Elsőként tehát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatójával, Nagy György Andrással beszélgetek. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm és köszöntöm a nézőket is. Az Élelmiszerbanknak ugyebár itt Rákosmentén működik a központi raktára, és mi is már számos alkalommal beszámoltunk a tevékenységéről, miszerint folyamatosan gyűjti a friss és a tartós élelmiszereket, és a jótékonysági szervezeteken keresztül ezt el is juttatja a rászorulókhoz, de röviden foglaljuk össze, hogy mivel is foglalkozik az Élelmiszerbank azok kedvéért, akik esetleg nem ismerik. Igen, kettős küldetést tölt be az Élelmiszerbank Egyesület, egyfelől rászorulókat segít, elsősorban olyan termékekkel, amik áruházakban vagy gyártóknál forgalomba már nem hozhatóak, de még felhasználhatóak és jó minőségét képviselnek, jellemzően lejárat közeli termékekről beszélünk. Ezt egyfelől itt a 17. kerületi központunkban veszük át az élelmiszergyártóktól ezeket a termékeket, illetve már az ország 400 pontján a legnagyobb áruházakban minden nap összegyűjtjük a megmaradt zöldséget, gyümölcsöt, és partnerszervezeteken keresztül pékárukkal együtt eljuttatjuk rászorulókhoz. A tavalyi évben, 2020-ban 8300 tonnányi élelmiszert mentettünk meg. Ez azt jelenti, hogy naponta körülbelül 22000 kg élelmiszert mentettünk el, és ahelyett, hogy ez a kukákba került volna nagycsaládosokhoz, idősek otthonába, családok átmeneti otthonába, fogyatékkal élőket segítő intézményekhez került el, összesen 250000 emberen tudtunk a tavalyi évben segíteni. Majd a kedves nézők látják is az önöknél készült felvételeken, hogy kamionokkal történik az élelmiszereknek az összegyűjtése, szétszortírozása, tehát hatalmas mennyiségekről beszélhetünk valóban, és később majd az áruházakra is térjünk vissza, hiszen tőlük érkeznek az igazán nagy mennyiségű élelmiszeradományok. Viszont most beszéljünk először a kampányokról, ugyanis mindig valamilyen élelmiszergyűjtő kampány zajlik az Élelmiszerbank. Most legutóbb a gyermeknap alkalmából gyűjtöttek különböző élelmiszercsomagokat és osztottak szét a gyerekeknek, és ha jól tudom, akkor a nyári táborokat is segítik. Így igaz. Évente három alkalommal szeretnénk kifejezetten édességcsomagokat és olyan finom adományokat eljutatni gyerekekhez, amik számukra is egy kicsit emelik az ünnep hangulatát. Sok gyermek van az országban, akinek az ünnepek alkalmával nem jutna édesség, sütemény az asztalára, és a számukra szoktunk összeállítani élelmiszercsomagokat. Egyrészt gyermeknap közelettével, másrészt a nyári táborok alkalmával, elsősorban olyan táborokhoz juttatunk el élelmiszereket, édességcsomagokat, ahol rászoruló gyerekek táboroznak, illetve a karácsonyi ünnep közelettével is szoktunk hasonló csomagokat összeállítani. Nemrég a gyermeknap alkalmából több mint 7500 gyermeknek tudtunk segíteni, több mint 22 millió forint értékű édességet, üdítőket és finomságokat tudtunk közöttük szétosztani. Nem csak az ünnepnapokhoz kapcsolódóan gyűjtenek élelmiszert és osztják szét ezeket a rászorulók között, hanem folyamatosan visszatérő kampányok is vannak az Egyesületnél, és hogyha jól tudom, akkor a legfontosabb szereplők ugyebár a partnercégek, akiknek a segítségével szétosztják az élelmiszert, és akiktől beérkezik. És ahogy említette a beszélgetésnek a korábbi részében, már több mint 400 olyan áruház van, ahonnan érkezik a megmentett élelmiszer, tehát ők azok, akik a legfontosabb szereplői ennek a dolognak. Így igaz, folyamatosan arra törekszünk, hogy az ország legtöbb pontjára eljutassuk ezeket a megmaradt élelmiszereket, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy minél több partnerszervezet legyen, aki segít eljuttatni rászorulókhoz, illetve hogy egyre több élelmiszerlánc áll mellénk és vesz részt ebben a folyamatban. Ez nagyon fontos tudni, hogy nem csak a rászorulókat segítjük ezzel a tevékenységgel, hanem a másik fő küldetése az Élelmiszerbank Egyesületnek az a környezetvédelem. Globális szinten a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázoknak a 10%-a az élelmiszerpazarlással hozható összefüggésbe. Ez azt jelenti, hogy ha az élelmiszereket zárás után, de még a lejárat előtt összegyűjtjük és rászorulókhoz juttatjuk el, akkor ezzel a környezetet sem terheljük.
akkor azzal, hogy jótékonysági tevékenységet végez a szervezet, még a környezetvédelmet is támogatja. Így igaz, erre utaltam, hogy kettős tevékenységet folytatunk, és felvilágosító kampányokat is szoktunk szervezni a lakosság irányába, hogy ők hogyan tudnak otthon fenntartható, pazarlásmentes háztartásokat vezetni, mert hogy ők is kiveszik a részüket sajnos az élelmiszer pazarlásból is. A NABIC felmérése szerint Magyarországon egy átlagos háztartásban minden személyre 65 kg-nyi kidobott élelmiszer jut évente. Jelenleg mi a fő kampány, amin dolgozik az Élelmiszerbank? Hogyha jól tudom, jelenleg zajlik ezen a nyáron egy pazarlásmentes és fenntartható esküvők a 17. kerületben elnevezésű akció. Ennek keretében kedvezményes esküvőket rendeznek itt a 17. kerületi központjukban. Ez pontosan miről szól? Ez nem csak egy új akció, sajnos a Covid-dal együtt járt az, hogy tavasszal, illetve az elmúlt évben nem tudtunk olyan intenzitással rendezvényeket szervezni, ahogy szerettünk volna. Létezik az Élelmiszerbank Egyesületnek egy Jótékonyha nevű társadalmi vállalkozása, ahol mindenféle jótékonysági főzéseket is szoktunk szervezni. Egyúttal viszont nagyon magas színvonalú rendezvény, étkeztetést is meg tudunk valósítani, catering szolgáltatást nyújtunk, illetve itt a 17. kerületi Lokátor utcai központunkban kialakítottunk egy élelmiszerbank jótékonyha kertet, ami pedig egy rendezvényhelyszín, egy nagyon hangulatos sátorpavilonokkal ellátott, kerti bútorokkal és növényekkel díszített hely, ahol az idei évben már két esküvőt is megvalósítottunk, és valóban augusztusban is újabb két 17. kerületi pár fog minket választani, itt fogják kimondani a boldogító igent, és ez azért is nagyon fontos, mert ahogy említettem, egyfelől a jótékonyha és ezek az esküvők pazarlásmentes szemléletet képviselnek, másrészt pedig költséghatékonyak a minket választó párok számára, és a harmadik pedig, hogy ezeknek az eseményeknek a bevételei szintén a rászorulókat fogják segíteni. Az Élelmiszerbank működéséről tudni kell, hogy minden egy forintnyi adomány és ráfordítás, amivel minket segítenek cégek, vagy akár magánszemélyek, az a nap végén 30 forintnyi megmentett élelmiszert és rászorulókhoz eljuttatott élelmiszert fog jelenteni. Hogyan képzeljünk el egy ilyen kedvezményes lehetőséget az esküvő megtartására, tehát hogyan zajlik ez önöknél? Természetesen nagyon hasonló módon működik, mint bármilyen más helyszínen. Gyakorlatilag ugyanazt a színvonalat képviseljük, én nem is tudnám ilyen szempontból megkülönböztetni. Talán azt lehet még kiemelni, hogy mivel a kerület szélén helyezkedik el a mi rendezvényünk, ezért a hangoskodásból is, akár a hajnalig tartó szórakozásból is kijut a násznépnek, de ettől függetlenül, vagy emellett természetesen a finom ételekről és akár még a ceremónia megtartásáról is tudunk gondoskodni és partnerek lenni. Tehát itt helyben főznek, fogadják a vendégeket, és a ceremónia lebonyolításában is segítkeznek. Igen, gyakorlatilag a teljes kivitelezést ránk bízhatják a vendégek és a párok. Ugye a beszélgetés végéhez érkezve mondjuk el, hogy mik a jövőbeni tervei az Élelmiszerbanknak, terveznek-e folyamatos terjeszkedést, hogyha jól tudom, akkor ez állandó az egyesületnél, tehát folyamatosan bővül, és egyre több partnerszervezettel, egyre több áruházzal működik együtt, illetve, hogyha valamit most szeretne a lakosság felé intézni kérésként vagy aktualitásként, akkor azt most elmondhatja. Igen, folyamatosan szeretnénk bővíteni a tevékenységünket, egyfelől folyamatosan keressük az élelmiszergyártókkal a kapcsolódást és a kapcsolatot, hogy ők is részt vegyenek az élelmiszermentésben, küldjenek fel ajánlásokat. Másik oldalról már 450 partnerszervezet segítségével osztjuk szét az élelmiszereket, a megmentett adományokat, és ami nagyon fontos, hogy országos szinten szeretnénk megjelenni egy-egy régióban. Miskolcon indítottuk el nemrég a második raktárunkat, ezzel szeretnénk a régióban működő civil szervezeteket, karitatív kezdeményezéseket is segíteni, hogy minél több adományt tudjanak eljutatni a rászorulókhoz, és ami nagyon fontos, hogy itt a 17. kerületieknek szóló felhívásunk, jelenleg is vannak nyitott önkéntes pozícióink, akár kertészkedésben lehet segíteni, de éppen állás lehetőséget is találnak nálunk az itteni lakosok, hiszen raktárost keresünk itt a Lokátor utcai központunkba. Hogyan lehet jelentkezni önökhöz, akár önkéntesnek, akár főállásban raktáros dolgozónak?
A honlapunkon keresztül minden információt megtalálnak az érdeklődők, www.élelmiszerbank.hu, és ahogy említettem, itt akár még a pazarlásmentes háztartásokkal kapcsolatos információkat is nagy mennyiségben olvashatják. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk és segített megismerni az Élelmiszerbankot közelebbről is azok számára, akik eddig esetleg még nem ismerték, és eredményes munkát kívánok Önöknek. Köszönjük szépen! Maradjanak velünk, rögtön folytatjuk az Álláspontot, a nem megfelelő módon történő jótékonykodásról és a terhet jelentő adományokról lesz szó a következő percekben. Lambert Krisztinával, az Adományház Egyesület vezetőségi tagjával folytatjuk az Álláspontot, köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok! Ön az eddigi munkája alapján hogy látja, alapvetően milyen adományokra van szüksége a 17. kerületben élő rászorulóknak, hiszen itt van családi otthon, van élelmezési alapítvány, és olyan jótékonysági szervezetek is működnek Rákos mentén, amelyeken keresztül használati tárgyakat, ruhákat, bútorokat lehet eljuttatni a rászorulóknak, de mik az igények? Elsősorban hadd vezessem be azzal, hogy ezek a szociális intézmények, amiket ön említett, ezek kapcsolatban állnak egymással. Összedolgozunk. És ez a kulcsa az egésznek, hogy kinél mi van, bármi igény van, akár a képviselők, akár bárki jelzi nekünk, vagy esetleg a másik intézménynek, hogy mire van szüksége, egymás között van egy ilyen forró drótunk, és megkérdezzük, hogy kinek van ilyenje. És egyből segít, tehát hogy megy a segítség, és gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy nem kell azt mondanunk, hogy nincs. Ebből adódóan. Mik azok a tárgyak, használati tárgyak, élelem, bármilyen nemű segítségnyújtás, amire itt az önök tapasztalatai szerint szükség van, Rákos? Na most ugye hátunk mögött egy járvány, egy erőteljes járvány, aztán előttünk reménykedjünk benne, hogy már nem lesz ilyen. Időszakos az igény. Tehát ez évszakokra bontható, tehát mindig másra van szükség. Télen ugye a téli holmikra, a téli kabátokra, a téli cipőkre. Folyamatában véve igazából az élelmiszer az, ami mindig mindent visz, a tartós élelmiszer. Ott az abból sosem elég. Van egy, ugye az Adományház Egyesület, illetve hát az Adományháznak a kerítésén ugye van egy enni adok, enni kapok doboz is, amiben ezt a lehetőséget adtuk a lakosság részére, hogy tartós élelmiszert behelyezzenek, és akinek szüksége van, az magához veszi. Szoktunk gyűjtéseket szervezni, és akár az élelmiszerbankkal karöltve, vagy akár más karitatív szervezetekkel, kerületi karitatív szervezetekkel, és így garantált mindig a jó helyre jutása. Tehát, hogy az teljes garancia, hogy mindig jó helyre kerül. Az általános dolgok mindig a műszaki cikkek. Műszaki cikk, természetesen ugye ezzel kapcsolatban azért egy kicsit, hogy mondjam, elővigyázatosak vagyunk, mert nem tudunk garanciát vállalni azokra a műszaki cikkekre, amiket kapunk. Természetesen megnézzük, működik-e, és hogyha igen, akkor odaadjuk, de mindig azzal a feltétellel, hogy jól vigyázzanak, és jól nézzék meg az érintésvédelmi dolgokat. És a ruházat, mindig idényjellegű a ruházat. A férfi ruhákra van a legnagyobb szükség. A férfiak ugye természetesen nem cserélgetik úgy a ruháikat, mint a hölgyek, ezért van a legkevesebb belőlük. És mindig azt szoktuk mondani, hogy az egyetlen egy dolog, ami a férfi ruha, amiből nem nézzük meg, hogy idényjellegű legyen, hozzák nyugodtan, szeretettel fogadjuk. És a baba holmi gyermekruházat, kisgyermekruházat. Úgyhogy mondhatni, hogy mindig van ebből ellátás, és hála Istennek most már ugye elég népszerű a kerületben az adakozás, de erre majd gondolom később kitérünk, hogyan és miként. Igen, akkor azt veszem ki a szavaiból, hogy mindenre szükség van, sajnos, viszont nem sajnos, szerencsére az itt működő jótékonysági szervezetek ellátják ezeket az igényeket. Hogyan látja az adományozási kedvet, milyennek látja a 17. kerületi közösségek tekintetében? Mivel a 10. évbe lépett most már a Rákosmenti Adományház Egyesület működése, úgyhogy bőven össze tudtunk gyűjteni tapasztalatot arról, hogy milyen kedvük van az embereknek. Hát nehéz erről beszélni, mert a kedvük mindig van.
és egyre nagyobb kedvük van, és egyre jobban ugye beleívódott a tudatába a rákosmenti lakosoknak, hogy ne dobjuk ki, adjuk oda, vagy akár egy lakás eladásnál most már ugye tudatában van az embereknek, hogy adományház egyesület, vagy például a katolikus karitász, vagy a Kaszap István alapít, a Vörös Kereszt, tehát itt van számos egyesület, mint ahogy mondtam, mi civil szervezet tartjuk egymással a kapcsolatot. Azt, hogy milyen dolgokat hoznak, az még mindig elszomorító. Úgy tudom, hogy az adományokat fogadó szervezetek számára jelentős pluszterhet, komoly pluszterhet jelent az, hogy egyes adományozók hulladékot, piszkos ruhát adnak le adományként, ami nem csak megalázó a rászoruló emberek számára, hanem jelentős plusz munkával jár a fogadó szervezetek dolgozóinak, hiszen ők válogatják ki a használhatatlan dolgokat és helyezik el a szemétben. Gyakorlatilag ezek a karitatív szervezetek, mondhatjuk, hogy egy környezetvédelmi, környezetbarát tevékenységet is végeznek, mivel ugye visszaforgatjuk, tehát nem kidobásra szánjuk, hanem visszaforgatjuk. Erre egy nagyon jó példa volt télen a ruhafogas akció. Úgy szerveztem most meg télen a ruhafogas akciót, hogy az adományház kapuját kinyitottuk, a nagy kapuját, és ott lekerítettünk egy részt a ruhafogasnak, amin minden nap, akár naponta többször is kihelyeztünk alá pulóvereket, téli kabátokat és egyéb meleg holmikat, és gyakorlatilag ez november elejétől február végéig tartott, nagyon nagy terhet rótt ránk, ugyanis úgy összegezve, bezsákolva ezeket a holmikat, nem túlzok, ha azt mondom, hogy 4 köbméter hulladék került oda lerakásra ez alatt, az idő alatt. És ez azt jelenti, hogy naponta volt, amikor 2-3-szor is oda kellett menni, rendet tenni, takarítani, mert egyszerűen szégyen volt, hogy miket tudnak lepakolni az emberek, azok mellé, a jó holmik mellé, és természetesen fogytak azok is nagy örömünkre, mert ugye a tartalékainkat így nem véletlenül tehát hogy zsákoltunk be a tartalékainkat, jó minőségű ruhákat, hogy ilyen időszakban tudjunk segíteni, és amiket oda letettek, az egyszerűen döbbenet volt számunkra, a napi szinten többször is találkoztunk ezzel a képpel, sajnos utcaképpel. Milyen végleteket tapasztaltak, meddig mentek el egyes adományozók abban, hogy gyakorlatilag lomtalanításnak használták az adományozást? Hát a szennyezett alsónadrágtól kezdve minden. Tehát a látványosan szennyezett alsógatyától, már bocsánat, az alsónadrágtól kezdve minden. Tehát a törött játékig, a félpár széttaposott szandálig, ami ugye oda nem illő tárgy volt. Mondhatjuk azt is, és ugye keresem az ok és okozatot, hogy ugye ezen idő alatt az adományház zárva volt, mert ugye a járványhelyzetre való tekintettel idősek a kiszolgálóink, és nem szerettük volna kitenni őket a fertőzés veszélynek. Valószínű, hogy ez is hozta ezt a nagy lerakatot, de egyszerűen nem tudom elképzelni, akár magamról sem, és most lehet, hogy érdekesen fog hangzani, de én is kidobom a kukába azokat a tárgyakat, vagy összegyűjtöm a lomtalanításra otthon, amiket úgy gondolom, hogy nem sértem meg a rászorultakat vele. Úgyhogy nagyon szomorú a helyzet. A mai napig is fennáll ez a veszély, de mivel most már ugye nyitva vagyunk, azért tudjuk ellenőrizni, és igen, sokszor szomorúan, de mondanunk kell, hogy köszönjük szépen, nem. Kapunk nagyon sok ellenérvet, vitatkozást, hogy akkor hova tegyem, és ez az, ami a fejekben még nagyon-nagyon szeretném, hogyha letisztulna. Nem lomtalanító szervezet vagyunk. Mennyi plusz munkát jelent a nagyrészt gondolom önkéntes dolgozók számára, hogy mindezt kiválogassák, ami ugye használhatatlan és gyakorlatilag hulladék? Gyakorlatilag egy-egy nap, amikor nyitva vagyunk, és mivel említettem már, hogy nyugdíjasok, rendszerint nyugdíjasok dolgoznak, illetve segítenek a kezünk alá, napi szinten, tehát amikor elmegyünk, nyitva vagyunk folyamatosan, közben mondjuk ugye azokat a zsákokat, amiket adományként behoztak. Én fejenként le tudom osztani a nyugdíjasok között is, hogy egy olyan 2 mázsát biztos megmozgatnak.
alkalmanként. Az nem kis mennyiség. Ez nagyon komoly fizikai munka. Arról már nem is beszélek, hogy ugye mi azért igyekszünk a fiatalabbak, hogyha van pár fiatal, vagy magam korabeli segíteni nekik a kezük alá dolgozni, de ez egy nagyon komoly munka, és nagyon-nagyon meg kell becsülni. Sokan azt hiszik, akik bejönnek oda, hogy nekünk ez a dolgunk, és a kötelességünk, amit ugye nagyon sokan a fejünkhöz is vágnak. Én azt gondolom, hogy aki ide jön és segít, az csak tiszta szívből teszi ezt. Ő értük. Az elhangzottakkal kapcsolatban mire szeretnék kérni a lakosságnak azt a részét, aki fontolgatja, hogy szeretne segíteni és adományozni? Nagyon szépen kérem a rákosmenti lakosokat. Eddig is nagyon szépen köszönöm, aki ugye rendben tartotta és figyelemmel kísérte, hogy csak olyan mennyiségű és minőségű ruhát hozzon be, amit valóban szégyenkezés nélkül tudunk továbbadni azoknak az embereknek, akiknek szükséges. Nagyon szépen kérem, hogy inkább kevesebbet hozzanak be, de azok a ruhák legyenek praktikus, korszerűbb ruhadarabok, még hogyha akár kifogytak, akár kihíztak belőlük. Kérjük szépen, hogy a korszerűtlen, nem praktikus ruhadarabokat köszönjük szépen, ne hozzák be. Szerintem, hogyha ezt mindenki figyelemmel kísérni, akkor nem lenne semmi probléma. Igen, akkor talán a beszélgetésnek az a tanulsága, hogy a segítségnyújtás, az adományozás ne legyen lomtalanítás. Így van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor újabb hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!